Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Két nyíregyházi ezüstérem született a súlyemelő országos bajnokságon. Külföldi edzőtáborokban készülnek a jövő évre a nyíregyházi atléták. A MASZ elleni vereség után a 100%-os vasast fogadják a kékcápák. Negyedszer rendezik meg Nyíregyházán a Szabolcs Kupa úszóversenyt. Két nyíregyházi versenyző, a 64 kg-os Füzesi Anna és a 96 kg-os Dobi Levente is ezüstérmet szerzett a súlyemelők országos felnőtt bajnokságán. A nyíregyházi rendezvényre 27 egyesület 96 súlyemelője nevezett. Ez a létszám a maximális, tehát a súlyemelő szövetségnél ugye meg van határozva, hogy milyen minőségi teljesítményre kellenek képesnek lenni a súlyemelőknek. Tehát gyakorlatilag aki teljesítette ezt a szintet, az mindenképpen részt vehet a versenyen. És be is van határolva, hogy egy nap hány versenyző indulhat, maximális a létszám, én ennek személyesen nagyon örülök. Hogy néz ki a sportág utánpótlása? Ugye láttunk itt korosabb, kevésbé korosabb versenyzőket, lesznek-e követőik? Szinte azt lehet mondani, hogy nálunk már csak utánpótlás van. A korosabb versenyzőkből nagyon kevés van, hiszen ez nem egy megélhetési sportág, tehát itt mindig csak fiatalok vannak, 20-23 éves koruk után már csak hobbiból folytatják néhányan, úgyhogy nálunk az utánpótlás jó, meg kell nézni a nemzetközi versenyeket, vannak Európa bajnokjaink helyezettük, és minden korosztályban, tehát ifjúságiba is, juniorba is és U23-ba is. Most fog következni majd egy-két nagyon érdekes versenyző. Mennyire könnyű vagy nehéz bevonzani a gyerekeket a súlyemelő terembe? Nagyon nehéz, mert a többi sportágok sokkal jobb körülményeket teremtenek, arról nem beszélve, hogy a sportágok általában játékosabbak. A súlyemeléshez nagyon nagy fegyelem kell, nagyon nagy biztonság. Arra kell gondolni, hogy egy súlyemelőnek 16 négyzetméter kell a megfelelő biztonsághoz. És a súlyemelő úgymond tanoncok, nem ezt válasszák, hanem szívesebben elmennek labdajátékot játszani, amit könnyebben és többen meg tudnak oldani. Ugye tudjuk, hogy olimpiacentrikus ország vagyunk, milyen esély van arra, hogy Párizsban legyen magyar súlyemelő? Két versenyzőnk van, országonként különben azt kell tudni, hogy nemenként 3-3 versenyző vehet részt. Nekünk a férfiak között is és a nők között is van olimpiai aspiránsunk. Áprilisban fog lezárulni a kvalifikáció, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Két jó szakítás, egy jó lökőgyakorlat, 275 kg-os összteljesítmény, második hely a felnőtt magyar bajnokságon. Mennyire vagy elégedett ezzel a szerepléssel? Elégedett vagyok nyilván, mindig jobbat remélünk magunktól. Igazából az első helyért szerettünk volna jönni. Kezembe is volt ugye az utolsó két lökőgyakorlatommal, ez nem jött össze, de megyünk tovább, és ezt jövőre szeretném pótolni. Mennyi munka van-e mögött az ezüstérem mögött magyarul, mennyit készülsz, mennyit edzesz? Ugye az előző országos bajnokság óta igazából erre készülünk. Hát beleteszem keményen a munkát. Hát hetente ilyen akár 8-9 edzést is elvégzek, napi két edzéssel is akár. Ezek időtartama akár ilyen egy másfél-két óra is lehet nyilván az időszaktól függően. Milyenek a körülmények Nyíregyházán, és milyen együtt dolgozni Feri Attilával? A körülmények kiválóak, nyilván Attilának hatalmas tudása van, évtizedek óta a súlyemelésbe benne van, és ezt köszönöm, hogy át tudja adni nekem. Milyen céljaid vannak a sportágban, rövidebb és hosszabb távon? Nyilván most az fogalmazódott meg bennem, hogy jövőre azért szeretném ezt az aranyat megszerezni. Hát illetve vannak nagyobb tervek is, nagyobb álmok is. Legalább egy nemzetközi mezőnybe megmérettetném majd magam egy-két éven belül akár. A Nemzetközi Szövetség alelnökeként van jelen a Nyíregyházi Országos Bajnokságon. Adódik a kérdés, mennyire elégedett az eddig látottakkal, a színvonalat, az indulók létszámát és a szervezést tekintve? Röviden azt tudom mondani, hogy maximálisan. Amennyiben lehetőségem van, mindig meglátogatom a Magyar Súlyemelő Szövetség versenyeit.
Azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben messze ez a verseny a legmagasabb színvonalon szervezett. Van szerencsém a környező országok nemzeti bajnokságait is meglátogatni, és hozzájuk képest is azt mondhatom, hogy ez egy valóban nemzetközi szinten megrendezett verseny, és ezúton is köszönöm szépen, és gratulálok Nyíregyháza városának a segítségért, támogatásért, és különösképpen Feri Attilának, aki ennek a versenynek és a nyíregyházi súlyemelésnek a motorja és a dinamója. A magyar súlyemelés múltját tekintve ott van a világ élmezőnyében. Jelenleg hova lehet pozícionálni a sportágat a nemzetközi mezőnyben? Jelenleg nehezebb azért a helyzet, sajnos Magyarországon a súlyemelés nincs azok között a kiemelten támogatott sportágak között, amelyek igen jelentős állami anyagi támogatást kapnak. Természetesen bízunk az olimpiai kvalifikációban. Nagy Péter személyében az elmúlt 3 olimpián is volt magyar résztvevő, és bízunk abba, hogy Párizsba is sikerül kvalifikálnia. Jelenleg 2 versenyző, Nagy Péter és a Békés Csabai Mityko Veronika aspirál a kvalifikációra, és bízunk benne, hogy sikerül neki kijutniuk, de azt is látni kell, hogy egyre nehezebb a kvalifikáció, az olimpia egészét tekintve is a redukáció az, ami jellemző a jelenlegi olimpiai mozgalomra, ebből adódóan a súlyemelés kvótaszáma is kevesebb egy kicsit, tehát értelemszerűen nehezebb kvalifikálni az olimpiára manapság, mint korábban volt. Mennyire biztos az olimpia műsorában a súlyemelés jövője, hiszen óriási a harc láthatjuk, és ugye minden rendezővárosban jönnek be új sportágok, és értelemszerűen esnek is ki. Jelen pillanatban a súlyemelés helyzete az biztosnak mondható. Az októberi Nemzetközi Olimpiai Bizottság sessionen megerősítette a súlyemelés státuszát is, nem csak Párizsban természetesen, hanem a Los Angeles-i olimpián is. De valóban egyre nehezebb felszínen maradni, hiszen rengeteg új sportág jelenik meg. Most nemrég döntöttek arról, hogy Los Angelesben 5 új sportág kerül a programra, úgyhogy nem könnyű ott maradni, de azt gondoljuk, hogy a súlyemelés, amely már az első olimpián is szerepelt, ott lesz a jövőben is, és mindent meg fogunk annak érdekében tenni, nemzetközi szinten is, hogy ez a nagy tradíciókkal rendelkező sportág és csodás eredményekkel, magyar eredményekkel rendelkező sportág hosszú távon is ott maradjon, és nem csak 28-ban, hanem 32-ben Ausztráliában is, és remélhetőleg előbb-utóbb egy magyar, egy budapesti olimpián is a programon fog szerepelni. Több nyíregyházi atléta is külföldi edzőtáborban készül ezekben a napokban. Jövőre Rómában Európa-bajnokságot, Párizsban pedig olimpiát rendeznek, és a Nyíregyházi Sportcentrum mindkét rendezvényen szeretné képviseltetni magát. 2024 az nagyon fontos lesz nekünk, hiszen Európa-bajnokság lesz, és olimpia lesz. Mind a kettő olyan esemény, ahol szeretnénk a versenyzőinkkel ott lenni. Elsődlegesen az Európa-bajnokságon, hiszen oda könnyebb a kijutás, de az olimpiát sem hanyagoljuk el. Az Európa bajnokságon számításaim szerint minimum 4 versenyzőnek ott kell lenni, de ha szerencsénk van, akkor, és ha lesz 400-as váltó, akkor még Boros Bence is ott lehet 5. Nevesítsük a másik 4 versenyzőt, és azt is, hogy ők hol tartanak a felkészülésben, elkezdték-e már a munkát? Természetesen, hiszen már vannak olyan szakágak, ahol októberben elkezdődött a munka. Így például az ugrószakákban Bakosi Peti már Németországban készül, ott edzőtáborozik. Most mennek edzőtáborba Dóriék Ciprusra, illetve Rebrand Máté Portugáliába, és még akire számítok, a Szikszai Robert diszkoszvetésben, aki szintén az Európa-bajnokságon, de olimpián is esélyes a részvételre. Szükségesek ugye ilyenkor a meleg égővi edzőtáborok, de van egy atlétikai centrum, azt mennyire tudják kihasználni a felkészülés szempontjából a nyíregyházi atléták? Azt mondom, hogy akik itthon maradnak, azok sem panaszkodhatnak, hiszen minden adott ahhoz, hogy jól felkészüljenek. Még a Robi is, már Szikszai Robert, aki diszkoszvetőként készül, hiszen van egy fedett dobócsarnokunk, ahol hálóba tudnak dobni, és a súlylökőknél meg természetesen olyan körülmények vannak, mint a szabadtéren dobnának. A futókról meg nem is beszélve, tehát bármilyen idő van, nagyon jól
tudnak készülni, és biztosított minden lehetőség számukra. Az idei évben, január-februárban gyakorlatilag minden hétvégén volt verseny az atlétikai centrumban. Mit lehet tudni a következő év első két hónapjáról? A felkészüléshez kapcsolódóan a sportcentrum is rendez két felkészülési versenyt január 20-án és 27-én, és a jelzések szerint a felnőtt magyar bajnokság is itt lesz február közepén, és ezen kívül még a Magyar Atlétikai Szövetség két országos bajnokságot szeretne idehozni, ami nekünk azért jó, mert ugye a saját pályánkon, hazai pályán készülünk és versenyzünk, illetve nem kell Budapestre utazni, vagy távolabb utazni a versenyzőknek, és itt bebizonyíthatják a fiatalok a korosztályos bajnokságokon, illetve a felnőttek a felnőtt bajnokságon, hogy igenis ott a helyük a nemzetközi versenyeken is. Ebben az évben szabadtéren is volt egy bronz kategóriás verseny, ugye a ranglista pontok szempontjából nagyon fontos verseny, jövőre lehet-e ilyen? Igen, és elsődlegesen az olimpiára való kijutáshoz fontos ez nekünk, hogy ilyen versenyeken pontokat tudjanak gyűjteni a versenyzőink. A tervek szerint kettő lesz Magyarországon ebből, az egyik Budapesten, a másik pedig szintén itt Nyíregyházán. Ha naptárt nézzük, messze van a jövő év két fő versenye, a Római Európa-bajnokság és a Párizsi Olimpia. Mint kiderült a mai sajtótájékoztatón, már elkezdtétek a felkészülést. Neked van esélyed mindkettőn ott lenni, hogyan néz ki addig a programod? Elég sűrű év elé nézek. Már elkezdtük a felkészülést egy 3-4 hete. Vasárnap utazunk az első meleg éghajlati edzőtáborba, a szokásos portugáliai helyünkre. Itt egy 3 hetet fogunk eltölteni, aztán az ünnepeket, illetve január elejét itthon töltjük, és ha minden jól megy, akkor január 20-án utazunk ki szintén ugyanerre a helyszínre, illetve lehet, hogy kétszer is, mert az első fontos verseny azban március vége fele lesz a békésebbi országos bajnokság. Ez egy nagyon fontos állomása lesz a kvalifikációnak, szóval ezt mindenképpen jó lenne jól teljesíteni. És utána beindul majd a nyári versenyszezon, a két fő versennyel, az Európa-bajnoksággal és ugye a végén az olimpiával. Nyáron mindenféleképpen el fogunk menni egy spanyolországi magaslati edzőtáborban. Idén először voltunk ezen a helyen, és így a világbajnokság idejéből kiindulva nagyon bejött nekünk, nagyon sokat tudtam ott fejlődni, és ezt szeretnénk megismételni idén is. Ugye a gyaloglásban megszűnt először az 50 kilométeres táb, majd a 35 kilométeres táb, most van a 20 kilométer, és lesz a váltó, ahol egy férfi és egy nő gyalogolt 10 kilométert, az is 20 kilométer. Mennyire sűríti ez össze a mezőnyt, hiszen gyakorlatilag mindenki a 20 kilométerre koncentrál. Az utóbbi egy-két évben ez a folyamatos változás, ezt még nekünk is nehéz volt nyomon követni, de igazából ebből az évből kiindulva, hogy idén már a rövidebb 20 kilométerre készültem, és egy perces egyéni csúcsot tudtam elérni, ez így bizakodásra ad okot a jövőre nézve, hogy még tudok fejlődni ezeken a rövidebb távokon. A váltóverseny ez teljesen új dolog, ez még soha nem rendeztek ilyen versenyt. Először majd talán januárban lesz Írországban egy ilyen verseny, ott már nagyjából lehet majd tudni, hogy milyen időkre lehet számítani, de az már idén is lehetett érezni, hogy nagyon összesűrösödött a mezőny, mert a jövőre tekintette már mindenki erre a rövidebb 20 km-es távra készül. Szóval aki eddig 50 km-en versenyzett, meg 35-en, már azok is erre a rövidebb távra készülnek. Ezt az időkből is lehetett látni a világbajnokságon, hogy mindenki fejlődött 1-2 percet. Szóval hát mindent meg kell majd tennünk, hogy mi is tudjuk majd ezt követni. A budapesti világbajnokságon te is belekóstolhattál egy világverseny hangulatába. Mekkora plusz motivációt ad ez a felkészülésben, hiszen jövőre EB-t és olimpiát is rendeznek? Nagyon motiváló volt ugye hazai közönség előtt versenyezni. Nagyon nagy motivációt is ad ez a jövőre nézve. Nagyon szeretném megismételni, illetve túlszárnyalni ezt az évet. Az EB-re, illetve az olimpiára is szeretnék kijutni. Hogyan áll össze a felkészülési program a jövő nyári versenyekig? Volt egy átmeneti időszak, így október és november között, illetve múlt héten kezdődött az alapozás, jövő héten pedig Ciprusra utazok a szombathelyiekkel, és ott folytatjuk az alapozás keményebb részét. Az olimpiára ki lehet jutni eredményteljesítésével, vagy világranglistás helyezése, melyikre látsz reálisabb esélyt? Az olimpiai szintek azok nagyon erősek, úgyhogy szerintem a
a pontrendszer alapján van esélyem kijutni. Ott ugye ki kell fogni a jó versenyeket, ott jól kell szerepelni, és akkor van esély elől végezni a világranglistán. Említetted a ciprusi edzőtábort, mit lehet tudni a jövő év első feléről, hiszen a dobószakákban azért általában kivéve a téli bajnokságokat valamikor tavasszal indul majd a szezon. Igen, a téli országos bajnokság lesz az első versenyen március környékén, utána pedig a téli Európa kupa, illetve április-május környékén indulnak be a hazai, illetve a külföldi versenyek. Edzőtáborok? Ugye a ciprusi edzőtábor után valószínűleg ilyen január-február között megyünk már így apáékkal Dél-Afrikába, úgy néz ki, illetve március-április körül még egy ciprusi edzőtábort tervezünk. Elszenvedte 8. bajnoki vereségét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a MAPS otthonában kaptak ki 92-73-ra. MAPS ez egy nagyon jó csapat, és sajnos ez a center van, ami nekik van, ez nagyon erős. Taktikailag jól játszottunk egy fél idő, mondjuk. És utána egy kicsikét jön ez a periódus, ami náluk mindig jön néhány perc, ami olyan nem csapatként játszottunk. Utána alakult egy előny 10 pontnál, és utána futtattunk utána. Sok cserével próbáljunk tartani a ritmusát, és sajnos nem sikerül, mert ugyanaz volt, hogy egy kicsi dobásnak megokottunk zicserek, nagyon sok zicser kihagytunk, mint az, amit kötelező dobni. De valahogy volt egy pozitív rész is, volt ezt a rész, ami futottunk, és akkor ez valahogy kell megoldani. Szerencsésen külföldi játékosunk egy kicsit elkezdett játszani úgy, ahogy kell. Sok megbeszéléssel után ráér, hogy neki kell vezér lenni. Bármilyen formában neki kell vezérelni, őket követni, és egy kicsit ebben most kaptunk tőle. Bemutatkozott egy új játékos, Glass Somos személyében, egy 20 év alatti játékos, mennyiben bővíti ez a rotációs lehetőségeket? Ez volt egyik legnagyobb problémánk, mert ezt a 20 szabály, mikor nézzünk, nekünk van egy játékos, aki játszik nagyon sokat, és a fiatal srác nem bírja ennyi perc parkétán, de muszáj eddig. Most, amikor a Glocz jön, tudunk osztani a perceket, ráadásul ő játszik ilyen pozícióval, nem ugyanaz, mint a Bálinté, és akkor tudunk cserélni szerkezet is vele. Erre kell kicsit idő, hogy látja, hol van és mi a feladat, de szerintem vele megoldottunk egy nagyon nagy problémát a csapat belül. A forduló további eredményei a következők: Cegléd Deac 23, 92-82, Jászberény Fót 102-86, Vasas Akadémia TF Budapest 88-85, Budafok Óbudai Kaszások 93-72, Salgótarján BKG Prima Akadémia 66-78 és Pécsi VSK Meavc Miskolc 115-74. A tabella élén a Pécsi 9 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. Az 1-8-as mérleggel sereghajtó Nyíregyháza vasárnap a Vasas fogadja. Most egy olyan mérkőzés következik, ahol szintén nem a Nyíregyháza az esélyes hazai pályásém, hiszen a Vasas érkezik, amelyik még veretlen a bajnokságban a Pécs mellett. Mire lehet használni ezt a meccset? Azt a meccs kell használni, hogy bemutatok magunkat képesen bárki a nyelc. Mi elkezdünk készülni a Vasasra, és tudunk nagyon, hogy milyen csapat jön hozzánk. Biztos ez, hogy amit én mondom, húsba fogunk játszani keményen. Muszáj bemutatni, bennünk van az erő, bennünk van egység, és ez a első lépés, akarunk javítani az eredményt. Eddig a szurkolókra nem lehetett panasz, a vereségek ellenére is ott vannak a csapat mellett, mennyit segíthetnek vasárnap? Én szerintem kell, én mindig is mondtam, ami szurkolóról van szó, mikor csapat jó is játszik, rossz is játszik, aki szereti kosarat, de szereti a csapatot, és mit tudunk, nagyon jó, régi nyíregyházi vagyok, hogy ez egy csapat, aki A-ból is játszott, B is, nagyon sok csata vívott. Ez ugyanaz most, egy kicsikét új a csapat, és nem tudunk összeállni nagyon gyorsan, de várunk a segítség, és nagyon jó lenne, hogy itt lenne mindenki.
Szombaton rendezik meg a 4. Szabolcs-kupa nemzetközi úszóversenyt. A nyíregyházi sportúszodában mintegy 150 versenyző áll majd rajtkőre. 160 gyerek nevezett eddig, de még várunk nevezéseket, ma estig lehet nevezni. Ez kb. 650 rajt lesz a nap folyamán, 13 egyesületből jönnek az országból, illetve szlovák nevezők vannak. A hazaiak közül mennyien állnak majd rajtkőre, és mi az elvárás velük szemben? 54 versenyzővel számoltunk, akik részt vesznek ugye a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben. Vannak sajnos betegség miatt kimaradók is vannak, akik egyéb távollét miatt vannak, készülnek a jövőheti országos bajnokságra. Én úgy gondolom, hogy az elvárás az, hogy hazai medencében egyéni legjobb eredményeket úszunk. Itt nagyon jó lehetőség van a kicsiknek, főleg arra, hogy az országos bajnokságra szintidőket teljesítsenek. Mekkora előkészületet, milyen szervezést igényel egy ilyen rendezvény lebonyolítása? Mivel 4. alkalommal van, én úgy gondolom, hogy már elég rutinosak vagyunk ebbe a dologba. Kialakult team van, és ugye akik már eddig is részt vettek a versenyünkön, ők újra vállalták a közreműködést. A versenybírók is adottak a versenyhez. Néha-néha ki tudjuk egészíteni a versenybírói gárdát, hogy megfelelő színvonalon tudjuk képviselni a versenyt. Mikor indul a program, és meddig úsznak majd a versenyzők? 8 órakor kezdődik a kapunyítással, 9 órától van bemelegítés, 9 óra 45-től mi szeretnénk egy ünnepélyes megnyitót, illetve 9 óra 50-től a még nem igazolt, de már úszó palántánként úszóerényeket csillogtató kisgyerekeknek lesz egy bemutató futam, akkor a szülők és a többi versenyzők előtt egy 50 métert teljesítenek, és 10 órakor kezdődik a versenyprogram. Meddig tart a verseny, és érdeklődők megtekinthetik-e a Szabolcs kupát? Nem zárt lelátós a verseny nyitott, de 500 forintos kísérőjeggyel jöhetnek be a kísérők. A verseny az körülbelül délután 4 óráig fog tartani. A végén egy ilyen 8x50-es csökkenő életkorú váltóval, egy ilyen kis buli hangulattal zárjuk. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.